Egyikőtök sem ér fel hozzám! Isten vagyok, ostoba férgek! Nem fogok tulakodni egy... Sziasztok, Fúj vagyok a Harcos Mérő Klánból, és most a Lokit fogom nektek bemutatni. Loki nevét a germán mitológiából is jól ismert ravasság és tréfa istenétől kaphatta. A képességei leginkább a megtévesztésre szolgálnak. Nézzük is ezeket sorban. Az első képessége a decoy, mely egy holografikus másolatot képez magáról, és az ellenfelek a hologramot fogják támadni a játékosok helyett. A decoy bármilyen távolságra le tudjátok rakni. Annak ellenére, hogy folyamatosan lő, nem ad le sebzést, és mivel életereje pajzsa van, így meg tudják ölni. Egyszerre csak egyet tudsz lerakni, ha ismételten raksz le, az előző meghal. Duration modulokkal tudjátok növelni az időtartamát. A második képessége az invisibility. Mint ahogy a neve is adja, láthatatlanná váltok az ellenség számára. Amíg láthatatlanok vagytok, sebzés szorzót kaptok a méli fegyvereitekre. Arra figyeljetek oda, hogy bár a hangefektek lehalkulnak, de a fegyveretek továbbra is riadóztatnak, azaz nem lesznek hangtalanok. Ennek kiküszöbölésére kaptunk egy augmentet, ami a Hushed Invisibility névre hallgat. Ezzel az augmenttel akár 100%-os zajredukálást is nyerhetünk. A képesség időtartamát duration modulokkal tudjátok növelni. A következő képessége a Switch Teleport. Ezzel a képességgel helyet cserélhettek az ellenfél, és egy minimális időtartamig megzavarodik és addig nem támad. Ez a képesség hatásra van a társaidra is, amúgy ezzel elég jól lehet trollkodni, én is néha szórakozok vele. Persze figyeljetek oda, mert ezzel a képességgel megzavarhatjátok a társaidok koncentrációját, és könnyen a mission kárára is mehet. A képesség augmentje a Safeguard Switch. A helycserével maximum 6 másodpercig sérthetetlen lesz a társatok. Ezt a képességet kombinálni tudjátok az első képességgel, azaz a decoy-jal. A hologramot lerakjátok az elérni kívánt helyre, és helyet tudtok vele cserélni. Ez a képesség nem csak trollkodásra alkalmas, hanem csapattársatok segítségére is tud szolgálni. Például olyan helyekre fel tudjátok vinni őket, amelyek más warframe-ek számára nehezebben elérhetőek. A range modulokkal tudjátok növelni a képesség hatótávját. Az utolsó képessége pedig a Radial Disarm. Ez egy lefegyverző képesség. Egy energia hullámot bocsát ki Loki, amelynek hatótávjában pillanatok alatt lefegyverzi az ellenfeleket és méli fegyverre váltanak át, és ez így is marad. Ez a hullám bizonyos ellenfeleket impact damage-gel is megsebezhet. Az augmentje az Irradiating Disarm, ami egy radiation effektet ad rájuk 9 másodpercig, melynek köszönhetően egymás kezdik el támadni és sebezni is. A képesség hatótávját range modulokkal, az erejét pedig power modulokkal tudjátok növelni. Na hát összegezve, a Loki a játék igazi tréfamestere, mind az ellenfelek, mind a játékos társak bosszantására kiváló karakter. A Spike küldetések talán legkiválóbb karaktere jelenleg. Szinte elengedhetetlen tud lenni a Defense Survivor Interception küldetéseken is. Kiválóan tudja csapattársait is segíteni, szupportálni. Én speciál nagy rajongója vagyok ennek a warframe-nek, az említett küldetéseken kívül nagyon sok helyre őt használtam. És most nézzük, hogy milyen buildelési technikát alkalmazok. Nos, akkor nézzük is a Loki buildelésemet. Amint látjátok, ez is Prime verzió, ugye belül is van Prime, úgyhogy a Prime-ot használom. Különbségem ugye a kettő között az, hogy a normálnak csak az egy V-politás és egy ilyen D-politása van, pluszban van a Prime-nak ez a vonal és a D-politása. Amúgy megegyezik. Amint látjátok, ez egy full duration, full range-es build, nem full duration-ös, mert ez egyik ugye a Constitution hiányzik belőle, az itt lenne. A streamline-en úgy ki lehet azt cserélni, és akkor full duration-os is lesz, de akkor ugyebár kevesebb, vagy több lesz az efficiency, többbe kerül a használat. Power modul egyáltalán nem kell bele, ugye, mivel nincsenek sebző skijei, vagyis vannak, csak nem érdemes arra buildelni. Így nem használom azt a verzióját neki. Az Irradiation Disarmot nagyon ajánlom nektek, ez Survivor-ökben nagyon jó tud jönni, és Defend-eken is. Survivor-ökön, ha campelek, akkor ezt nem szoktam vinni, akkor ezt Vitality-val szoktam kicserélni. Amúgy ezt használom. A Quick Thinking ugye azért van benne, hogy ne dögöljek meg egyből, ugyebár ez Energy-t fogja utána használni, hogyha a lövések érnek. A Stealth-em az viszonylag kitart, azt hiszem egy olyan 30 másodperc, vagy kicsit kevesebb, 28, vagy így 28 másodpercig tart a Stealth-em. Ezek Spike küldésekre is teljesen jók, az enemy sense azért raktam be, hogy lássam az ellenfeleket, még pluszba. Ez ugyebár damage modul, hogy ha a formát rakok bele, akkor nyilván erősebbre tudnám buildni, akkor tényleg beleférne a nagyobb enemy sense is, de ez teljesen jó, tehát egy ilyen lusta karakter lett, nem kell bele forma egyáltalán, azt hiszem a normálban is talán egyet vagy kettőt raktam, nem tudom pontosan, és teljesen tudtam vele boldogulni. Ugye benne van a két range modul, minél jobb távolságban hasonló az ultim, és nagyjából ennyi. Nos, még a modulás után ezt mindenképp meg akartam nektek mutatni. Egy régebbi videómban is említettem még, annak emlékszem, hogy a damage-es Loki-ban van valami érdekesség, és látok benne valami
érdekeset, nem mondom, hogy erre bildeljetek, meg én sem használom egyáltalán, de van benne valami. Ugyebár a Ultinál említettem nektek, hogy ad sebzést bizonyos ellenfelekre, és ezt oda is írtam a videóba kiegészítésképp, nem akartam felsorolni mindent, hogy mikre sebez, és ugyebár ott volt az Infestation, hát mutatok nektek valamit. Először is nézzük meg a buildet, amit használok erre, gyorsan ezt dobtam, ugyebár nincs benne form, és csak ennyit tudtam berakni, beleraktam mind a három power-es, vagyis mind a négyet. Blind Range, Intensify, Transient Fortitude is a Power Driftet. Raktam elé egy kis flow-ot, hogy legyen benne energy, meg csökkentő, mi az efficiency csökkentőt, meg persze az overextended-et. Tehát ez a build van most bent, és berakok szimulációba, ugye itt vagyok a szimulakrumba, chargereket, berakok 20-at, és látjátok enemy level 40-es leszimulálom. És olyan érdekességet tapasztalhatunk, hogy egy ulti, bassza meg nincsen energy. Felgedem a nem előtte, és még egy ulti, kéne. Hopp, hopp, itt van, itt van. Gyűnnek, gyűnnek, na még egy ulti. Na szevasz. Tehát 40-es chargereket két ultival, ezt kipróbáltam, hogy 50-essel, azok ilyen 3 ultik voltak, vagy 4. Tehát van ebbe potenciál ebbe a power-es buildben, persze hülyeség, meg ne abszurdnak tartom egy kicsit, legalábbis én nem így használom, a Lokit ugyebár nem ennek használjuk, nem damage-esnek, a wiki leírások is inkább az ilyen támogató, supportoló és ilyen csenevész, ugyebár a neve is az, ilyen csenevészkedős izének állítja be, de a power-be van valami, ezt azért ne felejtsük el. Hát remélem, tudtam nektek segíteni, sziasztok! Nyika istenke!